A minnyambrák kialakulása egy időben elhúzódó folyamat, aminek patomorfológiai módszerekkel jól vizsgálható, definiálható lépései vannak, amelyeken át utál végül is az enyhedisztázia, az invázív minnyambrák patomorfológiai kritériumai kimerítő elváltozási. Ez mint egy fél évszázad együtt. A paradigmaváltás eredményezett annak minden teoretikus és klinikai vonzatával annak bizonyítása, hogy a cervikális karcinogénesis folyamatának elindítója vírusinfekció, a humán papillomavírus infekció. Ugye a előbbi sémás ábra ezt a szövetpani képet reprezentálta, amikor is a hám teljes vastagságának egyre nagyobb hányadát foglalják el az atípusos sejtek. Citológiai vizsgálattal, kolposzkóppal ezekre az elváltozásokra próbálunk következtetni, amikor ilyen sejtcsoportokat látunk. De ha ilyen sejtcsoportokat látunk, a cervikális karcinogénesis folyamata már elindult. Azt is mondhatjuk, hogy talán már késésben vagyunk, hiszen nem szövődménymentesek, nem mellékhatásmentesek azok az invázív beavatkozások, amelyeket igényelnek a cervikális rák megelőző elváltozások, mint terápiát. Tehát ma már bizonyossággal állíthatjuk azt, hogy a humán papilloma vírus infekció indítja el ezt a folyamatot, és nem egyforma kockázatot képviselnek a humán papilloma vírus különböző típusai abból a szempontból, hogy elindul-e ez a folyamat, és hogy milyen messzire megy el. Talán a legnagyobb jelentősége mind a karcinogén potenciál, mint pedig a prevalencia szempontjából a 16 típusnak van, és hát ehhez kapcsolódik a 18 típus, ami az onkogén jellegét illeti, de lényegesen ritkán. Tudjuk azt is, hogy a HAP11-es típus az ritkán okoz Laugrade SIR-nél súlyosabb elváltozást, és elsősorban a nemi szervi szemölcsök, a kondiloma akuminátum kialakulásáért felelős. Ami mint egy három évtizede szöget ütött a fejünkbe az, hogy az a humán papillomavírus, ami ezeket a hegyes függőket okozza a vulvát, egészen más típusú elváltozásokat okoz a torció felszínén, a szkamakolumnális junkciónak megfelelően, ahol a hengerhám és a labhám állandó harcban áll egymással és rendkívül intenzív regeneráció, magas mitózis rátával jellemezhető szövetek foglalnak helyet. Amit akkor láttunk, ugye azt mondtuk, hogy ez nem egy hegyes függő, nem egy kondiloma akuminátum, hanem egy lapos kondiloma. Ez a bizonyos flat type kondiloma, ami aztán ezen a néven terjedt el az irodalomban. Látható, hogy ezek valóban itt a szkamakolumnális junkcióban alakulnak ki, és különböznek a kondiloma akuminátumtól. Ugye a 6-11-es típusától okozott kondiloma akuminátum az egészen durva elváltozásokat okoz, különösen akkor, hogyha valamilyen mértékű immunszupresszió terheli a beteget. Olyan enyhe immunszupresszió, mint a terhesség, ugye? Így tudja elfogadni a spermiumot és az annak kapcsán félig genetikailag idegen embriót a szervezet, hogy van egy immunszupresszió. Ez a relatív immunszupresszió is ilyen hatalmas kondilomák kialakulásához vezethet, ami hát természetesen szülési akadályt is képez. Lényeges előrelépés volt, elsősorban jobban hiszünk a morfológiai bizonyítékoknak, mint a molekuláris biológiai bizonyítékoknak, illetve ha a kettő találkozik, szerencsés, tehát látható itt, hogy a atípusos sejtcsoportokban, amik felépítik ugye ezt a bizonyos diszpláziás hámot, ugye látszik a koinocitózis, és ezekben az atípusos sejtekben az in situ hibridizációs technikával kimutathatók voltak a HPV 16-os típusra jellemző DNS szekvenciák. Ugye, amit ezek az első vizsgálataink sugalltak, az, hogy a súlyosabb citológiai elváltozások esetén, akkor még nyilván a papanikolót használtuk szinte kizárólag,
ugye halmozódik a HPV pozitivitás, és különösen halmozódtak a 16 és 18-as típusú fertőzésekkel. Ugye nem csak a rebasztomatózisokban, hanem a már invázív méhnyakráknak, tehát a karcinoma definitív diagnózisával jellemezhető betegcsoporton is megfigyelhető volt, hogy a CIN plusz szövetanyag verifikált, tehát a CIN 2 súlyos fokozatú diszplázia előfordulásának az aránya lényegesen magasabb, ugye a 16-os csoportban 62%, míg például ugye a más HPV típusok esetén ahol 4%, vagy ugye, hát ugye a HPV negatív eseteket egynek véve adódik ez a 62%-os, de a 18 előfordulási aránya is 43%-ra nő, hogyha a HPV 18 infekció igazolható. Ugye későbbiekben nagyszámú epidemiológiai méretű tanulmányokban is bizonyítást nyert az különböző földrajzi régiókban, hogy ugye amíg a laphámrák esetén a HPV infekciónak az aránya ugye 97% a negatív esetekben 17%, maximum 21% a HPV DNS-tek pozitivitási aránya, és hát ennek alapján ki lehet számítani az megfelelő OCS értékeket, amik azt mutatják, hogy egy HPV negatív populációhoz képest hányszorosára növekszik a méhnyakrák kialakulásának a kockázata egy immáron high risk HPV típussal fertőző populációban. Hát látható, hogy itt egészen ugye ezek a kockázatok fölmennek 200 felé. Ugyancsak ezek a populációs jellegű vizsgálatok, tehát látható, hogy milliós nagyságrendű HPV vizsgálati eredmények állnak már rendelkezésre, bizonyították azt, hogy milyen arányban fordulnak elő a méhnyakrákos szövetmintákban a különböző HPV típusokra jellemző DNS szakaszok. Látható, hogy leggyakrabban az 53,5%-ban a HPV 16 DNS mutatható ki a méhnyakrákos szövetmintákban, de hogyha a többi típust is hozzáadjuk, ugye a 18-45-öt, akkor ugye az a ma már evidenciaként és magas szintű evidenciaként elfogadható adat kerül bizonyításra, hogy bizony a méhnyakrákos szövetminták közel 100%-ában kimutatható az itt szereplő HPV típusok valamikére jellemző DNS szekvencia. Ugye ugyancsak a egyre nagyobb számú vizsgálat tette lehetővé saját beteganyagunkban egy olyan jellegű epidemiológiai felmérés elvégzését, hogy milyen a HPV infekció megoszlása korcsoportonként. Azt találtuk, hogy az alacsony kockázatú HPV infekció prevalenciája a fiatalabb korosztályban gyakoribb, nagyobb a prevalencia. Ezzel szemben a magas kockázatú HPV infekció prevalenciája egy picit később életkorban magas, ugyanakkor elhúzódik, sőt van egy második csúcs, 40-44 év között. Ezt mint egy indirekt bizonyítékot kezeltük abban a vonatkozásban, hogy az úgynevezett magas kockázatú HPV típusok hajlamosabbak perzisztenciára, hiszen tudjuk, hogy a vírus típus mellett a perzisztencia tartalma az a prediktív tényező, amelyik megmondja, hogy végül is karcinogénnek bizonyul-e egy adott vírus típussal bekövetkezett infekció. Ha matematikai, statisztikai módszerekkel értékeljük a magas fokozatú CIN kialakulásának kockázatát a HPV 16-18 fertőzött populációban, akkor azt találjuk, hogy a HPV negatív populációhoz képest, ha ezt egynek veszük itt a kockázatot, 119-szeresére emelkedik a magas fokozatú CIN kialakulásának kockázata abban az esetben, hogyha a HPV 16-18 infekció érinti a beteget. Abból a szempontból is tanulságos az ábra, hogy amennyiben egy
tehát ha azt vizsgáljuk, hogy milyen kockázatnövekedést jelent egy pozitív pszichológiai leletet, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a kockázat, amit egy pozitív pszichológiai lelet jelent, ez nagyságrendel kisebb, mint az a kockázat, amit egy magas kockázatú HPV infekció reprezentál a ményakrák, illetve a ményakrákot közvetlenül megelőző súlyos fokozatú cint kialakulására. Tehát ha rangsorolni kell a rákszűréshez kapcsolódó vizsgálómódszerek által előrevetített kockázatot, akkor az látható ebből a saját vizsgálatból, hogy ez a kockázat jelentősebb akkor, hogyha a magas kockázatú HPV infekció igazolható, mint egy átmeneti kategóriába tartozó citológiai lelet esetén. Nagyon tanulságos ez az ábra is, amely a különböző HPV típusok esetén értékeli az arra a típusa, immár a nagy populációs méretű beteganyagon értékeli az egyes típusok által képviselt kockázatot, föltüntette a 95%-os konfidencia intervallum. Hát tudjuk, hogy ez a kockázat a 16-18 típus esetén a legnagyobb. Amiért én ezt az ábrát idehoztam, az, hogy látható, hogy ez a kockázat ez nem kezelhető abszolút közelítésben, hiszen a 95%-os konfidencia intervallumok bizony jelentős mértékben átfedik egymást a legalábbis az itt felsorolt 10 típus esetén. Tehát látható, hogy bizony a 16-os típus konfidencia intervallumát átfedik a mai tudásunk szerint alacsonyabb kockázatot jelentő HPV típusok kockázati intervallumai. Ugyancsak saját vizsgálataink mutatják azt, hogy mi a viszonya a két rákszűréshez kapcsolódó vizsgáló eljárásnak a follow-up során a cím kialakulására vonatkozóan. Ugye a felső ábra az összes cím mutatja a baloldali grafikonon, a cím 2 közt pedig a jobboldali grafikonon. És a felső ábra arra vonatkozik, arra a követett populációra vonatkozik, ahol a citológiai atípia és a magas kockázatú HPV pozitivitás együtt fordul elő. Tehát látható, hogyha együtt fordul elő a citológiai atípia és a magas kockázatú HPV infekció, az idő függvényében jelentős arányban növekszik a cím előfordulási kockázata, míg hogyha egyedül fordul elő, akkor ez legalábbis ebben a follow-up intervallumban elabortálhatnak ezek a fertőzések. Ez az ábra azt is mutatja, hogy itt azért gyanúsan sok cím alakult ki a követés első két évében. Véleményünk szerint itt arról van szó, hogy ebben a követett populációban rengeteg rejtett citológiai atípia fordult elő. Ezt a karcinogenezisnek, ezt az elindult folyamatát a HPV-hez pozitivitása már jelezte, hiszen azért kerültek be ebbe a vizsgálati populációba. Ugyanakkor ez a HPV pozitivitás ebben a korai stádiumban még nem járt együtt a citológiai vizsgálat során értékelt citopatológiai elváltozásokkal. Tehát ez a populáció a maga HPV pozitivitásánál fogva már magas kockázatú volt akkor is, amikor a citológiai vizsgálat alapján ezt a populációt még nem kellett magas kockázatúnak tekinteni. Az elmúlt 10 év publikációi a HPV DNS teszt és a citológiai szűrés pozitivitása, tehát a rákszűréshez kapcsolódó két módszer úgy tudjuk a klinikum, a gyakorlat szempontjából összehasonlítólag értékelni, hogyha a találati biztonság szempontjából két legfontosabb paraméter, a szenzitivitást és a specificitást hasonlítjuk össze. Na most én az elmúlt 15 év jelentősebb közleményeit itt összeszedtem, és hogyha egy koordináta rendszerben ábrázoljuk, hogy a 15 szerző által jelzett
szenzitivitás hogyan alakul. A felső görbe jelzi a HPV DNS tesztnek a szenzitivitását, az alsó görbe pedig a PAP tesztnek a citológiai vizsgálatra alapozott vénnyakásszőrésnek a szenzitivitását. Hát látható, hogy itt a HPV tesztnek a szenzitivitása mindegyik szerző esetén meghaladja a esetleg 20-28%-kal is a Papanikolaou tesztnek a szenzitivitását. Ami még a szenzitivitást mutató görbék lefutását illeti, az is látható ezekből a görbékből, hogy milyen nagy különbség van a szenzitivitás tekintetében az egyes laboratóriumok között. Ezzel szemben a PAP-teszt szenzitivitását jellemző görbe esetén csak minimális amplitúdóval változik ez a görbe. Ez utal arra, hogy a PAP-teszt az egy szubjektív vizsgáló eljáró módszer, egy vizsgáló módszer, tehát a citológus értékelő képzettségétől, vérmérsékletétől, az adott laboratórium hagyományaitól függően változhat az adott laboratóriumra jellemző szenzitivitás. Ugye közismert ugyanakkor, hogy a specificitás tekintetében a PAP-teszt rendelkezik bizonyos előnyökkel, de ez a különbség a specificitás tekintetében nem olyan nagy, mint amit láttunk a szenzitivitás tekintetében, tehát átlagosan, ha különböző szerzők adatait összegezzük, akkor mintegy 20-28%-os szenzitivitás többlettel rendelkezik a HPV-teszt, a citológiához viszonyítva, és csak 7% szenzitivitás veszteséget képvisel a HPV-teszt a citológiai vizsgálattal történt összehasonlításban. Ugye a másik jelentős alkalmazási területe a HPV-DNS tesznek, amire szintén nemzetközi viszonylatban az első között hívtuk fel a figyelmet, a CIN terápiáját követő follow-up. Ugyanis azt találtuk, hogy a RIP biopszia vagy a konizáció követően fél évvel végzett HPV-teszt, ha negatív, akkor nem fordul elő perzisztáló citológiai atípia, illetve perzisztáló CIN annak minden fokozatát figyelembe. Tehát a negatív prediktív értéke a CIN sebészeti terápiáját követően a HPV DNS tesznek gyakorlatilag 100%-os. Ennek szintén nagy jelentősége van a gyakorlat szempontjából, ugyanis ez a HPV teszt azt jelenti, hogy a korábbi CIN-beteg visszatérhet a reguláris szűrési programba, tehát a 3 éves citológiai vizsgálata továbbiakban előnyös. Ugyanis nem az egyszerű citológiai vizsgálat a drága, hanem a citológiai vizsgálatnak a sokszor indokolatlan többszöri megismétlése, a biopsziáknak többszöri megismétlése. Tehát ha egy cost-benefit arányt mérlegelünk egy olyan rákszűrési modellben, ahol a HPV-DNS tesznek prioritása van, akkor ezt is hozzá kell tenni, hogy bizony ugye a HPV-teszt az a primér prevenció részeként kezelhető, tehát nem terheli a kiszűrt már pozitív esetek terápiás és diagnosztikai költséget. Mi indokolja tehát a citológiai szűrés kiegészítését a HPV tipizálással, a HPV fertőzés típus-specifikus kimutatásával? Ugye látható és bizonyított saját adatok és az irodalmi metaanalízis alapján, hogy a HPV tipizálás jelentősen növeli a szűrés szenzitivitását. Azt lehet mondani, hogy a HPV pozitív lelet akkor is jelöli a CIN kialakulásának kiemelkedő kockázatát, ha az atípia még nem jelentős, és a citológiai leletek az átmeneti kategóriába esnek, ezt a saját vizsgálatainkhoz kapcsolódó relatív kockázati értékek és a kapcsolódó 90%-os konfidencia intervallumok, amit szintén feltüntettem, maximálisan igazolják. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a HPV tipizálás javítja a szűrés specificitását is, ugyanis lehetővé teszi a pozitív citológiai rákszűrési eredmények differenciált értékelését. A progresszív rák megelőző elváltozások pontosabb azonosítását ezen kiszűrt populáción belül, itt is statisztikai módszerrel ez a fajta agyú
motiváló hatása a pszichológiai vizsgálatnak szintén bizonyítható. És hát a harmadik alkalmazási terület a címsebészeti terápiáját követően történő alkalmazás. A HPV tipizálás biztonságosá teszi a rák megelőző elváltozások miatt kezelt betegek ellenőrzését. Ezt bizonyítja ez az igen magas negatív felépítő érték.